Tegnapi fejlemény a kampányon kapcsolatban, hogy a budaörsi polgármester Wittinghoff Tamás egy titokban rögzített légyottya kerül fel teljes egészében pornó oldalakra. Amikor a most következő filmet forgattuk, azt már tudtuk, hogy a titkosszolgálati eszközök is bekerültek a kampányfegyverek arzenáljába, de ez a videó egészen biztosan történelmet ír. Ki vesz fel ilyen videót, ki publikálja, és mi az alja ennek az egész hajcihőnek? Nem vagyok abban biztos, hogy valaha megkapjuk ezekre a kérdésekre a választ. Nos, kampányfegyverek a krumplitól a rejtett kameráig. Hát nézze meg engem. Mindig semmi. Megvan. 45-ben. Maga osztott itt krumplit. Akkor még nem volt bajusza. Emlékszem rá, beszédet tetszett tartani. Nagyon szép beszéd volt. Emlékeznek még, amikor Pelikán József és Virág elvtárs hahotázik a régi krumpli osztások emlékén a Tanú című filmben. Most 2019-et írunk, de mintha semmi sem változna, legfeljebb átalakul. Bár még mindig a krumpli a legfontosabb kampányeszköz, ma már pár kiló zöldséggel nem olyan egyszerű választásokat nyerni. Ilyenkor át kell adni, meg kell koszorúzni, ki kell tüntetni. Nincsen nála méltóbb ember, ő legyen a polgármester! És keményen aprítani kell az ellent is. A jelöltek most mindkét oldalon bevetették a nehéz tüzérséget. A negatív kampányban is újat mutatnak a 2019-es magyarországi önkormányzati választások. Nem csak az elosztogatható repi ajándékokban. Beköszöntött a jelmezek és a hangzavar kampánya. Jól meg fogom verni a maguk hazudós Tutyimutyi Tétova mama kedvence főnökét. A lekenyerezés és az égtelen zaj mellett pedig továbbra is páratlan népszerűségnek örvend a jelöltek körében a politikai pedofília. Évnyitók, játszóterek átadása, tanszerek osztogatása. És akkor nézzük a versenyzőket. A mezőnyhöz képest is kitűnik az újbudai Hoffmann Tamás, fideszes polgármester jelölt, aki ingyenes ajándékcsomagot, kedvezményes ledizzókat és muskátlikat is osztogatott már idén. Illetve természetesen nem ő, bocsánat, az önkormányzat. Az izzó egyébként slágertermék. Wintermantel Zsolt, fideszes újpesti polgármester jelölt is lecsapott rá. De milyen ízűpánkot szeretnétek? Gyertek gyerekek, és lehet szállni, különböző ízüket választani. Az 5. kerület alpolgármestere Rubovszki Csilla fánkokkal etette a belvárosi gyerekeket a belvárosi pikniken. Borkai Zsolt, a Fidesz polgármester jelöltje Győrben osztogatott füzetcsomagokat diákoknak az osztályteremben. Tudom, hogy milyen először így beülni az iskolapadba. A kampányajándékok legnépszerűbb szereplője azonban továbbra is a krumpli. Krumplit pedig számtalan helyen osztogattak. Az elnök úr még hozott, hát ez csak így a vizekedvére egy krumplit is. A kétfarkú kutyapárt csak néhány kerületben indít jelölteket, de úgy gondolták, a 12. kerületben, Budapest egyik leggazdagabb környékén is bejöhet a krumpli. Miért választották ezt a helyszínt krumpliosztásra? A 12. kerület az egyik, ahol indulunk a választáson, és hát eljöttünk ide ebbe a nem tudom hányadik LVK-ba egy kicsit megtolni a kampányt. Úgy látjuk, hogy a krumpli az, ami jelenleg országosan működik, ha jól tudom, 52-53%-os eredményt lehet elérni krumpliosztásokkal. De talán sehol máshol nem lett még a burgonyából akkora balhé, mint a 7. kerületben, ahol Humwald György polgármester jelölt krumpli osztogatóit Gulyás Márton baloldali aktivista kérte számon. Az mit jelent, hogy rám küldje a cigányokat, uram? Menj a zsidókhoz! És itt már elkezdődik a durvulás. Az idei kampányban nincs kímélet. Tarlós István Tordai Bencével keveredett hangos szóváltásba egy békés faültetésnek indult sajtótájékoztatón, amit a főpolgármester szerint az ellenzéki politikus puszta jelenlétével is megzavart. Nem vitáról kell kérdezni, ne lögdösön. Nem vitáról kell kérdezni, mert össze-vissza hazudik. Aztán a Fidesz ifjúsági szervezetének kommandója állt rá az ellenzéki sajtótájékoztatók megzavarására. Egészen különleges, újszerű módszerekkel. A letakart Lajstrom számú csónakból arcukat eltakaró aktivisták ügyében azóta nyomozás is indult. Cserébe hamarosan nyuszi elmezes ellenzéki aktivisták zavarták meg Tarlós István főpolgármester előadását.
macskát szarni. Nyomoz a rendőrség Pikó András 8. kerületi polgármester ügyében is, ahol egy újságban megjelent kép alapján adatbázis építéssel megvalósított választási csalás gyanújába keveredtek. Megbánták, hogy ez a fotó kikerült? Igen, ezt nyugodtan lehet mondani. Nála a napokban az áramot is lekapcsolták egy kampányrendezvényen. Nyomozás indul valószínűleg Karácsony Gergely főpolgármester jelölt ügyében is. Egy csütörtökön kiszivárogtatott hangfelvételen ugyanis saját szövetségeseiről, a szocialistákról mond olyan dolgokat, amik legalábbis próbára tehetik az ellenzéki összefogás szilárdságát. Minket a Balázs sem egy ész falat, mert a Balázs sajnos ő egy ilyen szikla. Az ebben a konstrukcióban jobban, mint a tüttőkotta vagy a bárki. Az egész az, hogy őt kiszereljék ebben a dologban, és ráveszéljék el az elválasztás, ugye ez volt a igazság. Karácsony Gergely a botrány kirobbanása után tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a családját kik zsarolták meg, kikről beszél a hangfelvételen. A főpolgármester jelölt szóhasználata pedig arra is jó példa, hogy már a kampány alatti sajtótájékoztatók nyelvezete sem ugyanaz, mint régen. Gazdasági szereplők voltak ezek, és elmondom önöknek, hogy mit kaptak. Kiraktam őket, mint macskát szarni. Karácsony Gergely szerint titkos szolgálati eszközökkel rögzítették a beszélgetést, és valószínűleg nem ez az utolsó hangfelvétel, ami kikerül róla. És ha már család, ne térjünk el a tárgytól, hiszen a kampányeszközök között mégiscsak ott vannak legféltettebb kincseink, a gyerekek is, akiket a politikusok előszeretettel használnak biodíszletnek. Órákig tudnám még folytatni a sort a durvaságokról, a gyerekekkel eladott politikáról és a mosolygós szavazatvásárlásról, de inkább arra voltam kíváncsi, mit szól az egészhez egy elemző és egy gyerekvállalást népszerűsítő újságíró. A fánkosztogatás rendben van? Szerintem rendben, és miért ne osztogasson fánkot? Skrapski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom elnöke. A mozgalom célja a kívánt gyerekek megszületése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A mozgalom irodájának falán kint van egy ötpárti nyilatkozata a célok támogatásáról. Megkérdeztem, miért ne lehetne a politikai pártoknak abban is megegyezni, hogy nem használnak gyerekeket kampánycélra. Van olyan politikus, aki ugye kirakja a Facebookra, vagy akármilyen anyagára a saját gyerekeit, és az a kampányon, hogy neki 5 van. Tehát, hogy nyilván a gyerek, ugye az egy olyan téma, ezt tudjuk, hogy kutyával, gyerekkel el lehet adni a terméket, tehát nyilvánvalóan jó gyerekeket mutogatni. Szerinte nagyon fontos, hogy milyen helyzetről van szó, de sokszor egyszerűen bizarr lenne egy-egy esemény gyerekek nélkül, még akkor is, ha ott van a polgármester. Én elképzeljük egy óvoda átadást, ahol nincs óvodás, az úgy, nem tudom, képileg elég furcsa. És hogy az óvoda átadás az mindig általában választások előtt van, ez mondom, ez nem tudom, én amióta rendszerváltás volt, általában iszonyú sok átadás van közvetlenül a választások előtt, zebrától kezdve egy kis utcakőig mindent átadnak. Nekem óvodás a kislányom, és ott aláírtak velem egy ilyen papírt, hogy hozzájárulok-e, hogyha véletlen valami ünnepség van, vagy akármi, és fotózás van, hogy a kislányom szerepelhet-e a képen, és én például nem járultam hozzá. Ő nagyon ügyel arra, hogy kislánya ne szerepeljen sehol, de ezt a csecsemőkori képét azért szívesen megmutatja. Azt mondja, ma már egészen más a helyzet. Mondjuk itt egyébként pont ott az ölembe ül, de nem mutatjuk majd a vágó. De azt lehet, tehát, hogy ilyen pici babaként még, mert nem felismerhető a mai énje. De mondjuk, hogyha ma ülne az ölembe, és mellette ül egy politikus, vagy két oldalam, hogy éppen mondjuk odaadom egy politikusnak, és nem tudom, és utána ezt nem örül neki, akkor tehát, hogy ilyen helyzet ne álljon elő. Juhász Attila, a Political Capital igazgatója szerint évszázados hagyomány gyerekekkel kampányolni. Az önkormányzati választások idején folytatott kampánynak viszont van egy szerinte aggasztó új eleme. Politikusoknak a gyerekekkel való fotózkodása az egy eléggé régóta alkalmazott módszer, nem csak Magyarországra jellemző. Ami azt hiszem, hogy ebben újdonság az utóbbi időszakban az az, hogy a kormánypárti politikusok ezt kifejezetten olyan önkormányzati intézményekben teszik az elmúlt időszakban, amelynek a fejlesztését összekötik mondjuk magával a kampánnyal.
A szavazatok megvásárlását célzó kampányosztogatás szerinte nem olyan súlyos dolog, mint ami ennek talán elsőre tűnik. Igazából nem bizonyítható ez a fajta szavazatvásárlás. Van a BTK-ban egy olyan paragrafus, hogy aki a szavazatát ilyen olyan előnyökért cserébe adja le, az egyébként bűncselekményt követel, csak hát ez az a paragrafus, ami soha nem lesz bizonyítható, mert hogy nem tudja senki azt megítélni, hogy miért adta le az az adott ember úgy a szavazatát, ahogy leadta, ráadásul a szavazás titkos, tehát hogy azt sem tudhatja senki, hogy hogyan szavazott ennek akkor az illető. Sincs. Tehát hogy ennek különösebb értelme sincs. Úgy gondolja, a kampány jelenlegi állása szerint inkább káoszba fullad, mint durvaságba. Van ennek a kampánynak egy olyan menete, ami inkább egy ilyen nevetséges vagy káosz jelleget tükröz, ami egyáltalán nem durva, vagy nem nevezhető annak, de vannak olyan elemek, amelyek kifejezetten erősek, és egyébként egy demokráciában szokatlanok, tehát inkább mondjuk a Putyin rezsimben vagy autoritár rendszerekben láthatunk ilyeneket. Az önkormányzati választások idején a közvetlen környezetünket irányító politikusokat fogunk megválasztani október 13-án. Rajtuk múlhat, hogy lesz-e zebra ott, ahol eddig életveszélyes volt átkelni. Felépül-e az új iskola, és még rengeteg ennél akár fontosabb dolog is. Sokan közülük mégis gyerekekkel, ajándékokkal, vagy éppen aktivista kommandókkal próbálják rávenni az embereket, hogy rájuk szavazzanak. Hogy ez a politikai kultúránk része marad, vagy olyasmi, amit egyszer majd meghalad a magyar társadalom, arra most még nem létezik egyértelmű válasz. A kampány pedig a következő hetekben még tovább durvulhat. Természetesen nem ez az első alkalom, hogy a politikusok osztogatásba kezdenek a kampányidőszakban, de talán még soha nem volt ennyire széles a skála, a krumplitól egészen a takarékos izzóig. És egy kampány durvaságát sem feltétlenül az határozza meg, hogy jelmezbe bújva vagy egy csónakról hangszóróval próbálják megzavarni az aktivisták a jelöltjük politikai ellenfelét. De ezt döntsék el önök. Ön szerint túlságosan eldurvult a kampány, vagy ez még belefér? Szavazzon! A Heti Naplóban Bihari Ádám riportját látták. Amúgy a jövő hét fő témája, már most mondom, hogy a titkosszolgálati eszközök felhasználása lesz a kampányban. Ugye mai hír, hogy állítólag a Fehérházban is titkosszolgálati eszközökkel hallgatták le pártok megbeszéléseit. És hogy miért még ezek után, hát mert meglátjuk, mert hogy a Wittinghoff féle pornó videó után én ezt már megtippelni sem tudom.